A biztonságos kerékpáros közlekedésre figyelmeztető táblákat helyeztek ki a Városgondnokság szakemberei az oktatási intézmények előtti zebrákhoz. Elkezdődött az iskola. A reggeli időszakban nagyon sokan gyalog vagy kerékpárral érkeznek az iskolába. A főtéren és a város területén lévő iskolák környékén nagy ilyenkor az autós gyalogos forgalom is. A karszaki rendőrkapitányság rendőre is igyekeznek odafigyelni reggelente a közlekedőkre. Természetesen a legfrekventáltabb az a reggeli időszak, hiszen az iskola kezdés az adott és az minden iskolában ugyanaz. A délutáni időszakban már nem jellemző ennyire nagy forgalom, hiszen különböző időpontokban fejeződik be a tanítás, de természetesen a délutáni 2-3 óra körüli időszakban is kollégáim, amennyiben az események engedik, akkor megjelennek az iskolák környékén és ugyanúgy ellenőrzik a forgalmat. Mondta a Kálvin úti zebránál dr. Karsai Lajos rendőrkapitány. A rendőrök ellenőrzik a forgalmat az iskoláknál, hogy minél kevesebb baleset, minél kisebb veszély legyen a diákokra. A zebrákhoz most kihelyezett táblákat az is indokolta, hogy a kerékpárral közlekedők nem feltétlenül ismerik azt a szabályt, hogy a kerékpáron felülve nem gyalogosoknak minősülnek a kijelölt gyalogos átkelőhelyen való átkeléskor a kressz szerint. Elkezdődött az iskolai év, és ilyenkor mindig azzal kell számolni, ugye, hogy megnövekszik itt a főtéren, illetve a város területén lévő iskolák környékén a forgalom. Erre mi is igyekszünk odafigyelni. A kollégáim ilyen időszakban sűrűbben jelennek meg, ellenőrzik a reggeli forgalmat, illetve fontosnak tartjuk azt, hogy minél kevesebb baleset és minél kisebb veszély legyen a reggeli iskolában járókra. Számos esetben tapasztaljuk azt, hogy a kerékpárral közlekedők nem feltétlenül ismerik azt a szabályt, hogy a kerékpárral, ugye ha felülve közlekednek, akkor nem gyalogosnak minősülnek, így a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken ők nem jogosultak, illetve nem részesülnek abban a kedvezményben, amit a kressz számukra biztosít, így természetesen ők nem közlekedhetnek így a kerékpárral a gyalogos átkelőhelyen. Ezt felismerve a rendőrség Karcagváros önkormányzatával közösen készítette el a most kihelyezett hajtva tilos, tolva szabályos táblákat a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél, hogy mindenki szabályosan kerékpárját tolva haladjon át a zebrán. Erről egy közös kampányba fogtunk, és a Karcagvárosi önkormányzattal közösen készítettünk egy olyan táblát, amelyet itt a főtéren, illetve a számos iskolában 13 helyen összesen kihelyezve, az ilyen veszélyre hívjuk fel a figyelmet, tehát ez a hajtva, tilos, tolva, szabályos elnevezésű tábla. Ezek meg fognak jelenni a kijelölt gyalogos átkelőhely tábláknál, és így hívjuk fel erre a veszélyforrásra a figyelmet. Karcagváros önkormányzatának mindig fontos volt a biztonságos kerékpáros közlekedés fejlesztése, mondta a helyszínen Szepesi Tibor önkormányzati képviselő. Nagyon fontosak ezek a táblák, hiszen két út között gyakorlatilag a zebra az, ami kötelező átkelési hely, és nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan lehet biztonságosan használni a zebrát. Tehát én nagyon örülök annak a fejlesztésnek, amellyel a rendőrkapitányság megkereste az önkormányzatot. Nagyon örülök annak, hogy közösen elkészültek ezek a táblák. És hát ahogy látjuk a városban kelve, ugye a Magyar Közút is bekapcsolódott ebbe a programba, hiszen az ő útjaikon is folyamatosan festik a zebrákat az iskola kezdésre. Várhatóan nagy része el is készült ezeknek a zebráknak, amelyet aztán természetesen használni is fontos és szükséges. És nagyon köszönjük azoknak a vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik mellé álltak ennek a táblának az elkészültéhez. A folyamatos figyelemfelhívás mindenképpen segít ezen a problémán, ez az egyik része, a másik pedig az, hogy közösen közlekedünk az utakon, a járdán, a kövesúton, közösen vagyunk, tehát oda kell figyelni egymásra, nem csak a kerékpárosoknak kell odafigyelni a forgalomra, hanem természetesen az elektromos kerékpárt használóknak, a mozgássérült kerékpárt vagy kis motorokat használóknak, és természetesen a gépjárművezetőknek is oda kell figyelni. Ugye a Tour de Hungary kapcsán jött az a felhívás, hogy figyeljünk oda az oldaltávolság tartására, amikor kerékpárost előzünk, és nagyon fontos, hogy ez az oldaltávolság legalább 1,5 méter legyen, hiszen úgy biztonságos megelőzni egy kerékpárost. Tehát én még egyszer hangsúlyozom, hogy közösen közlekedünk, gyalogosok, kerékpárosok és gépjárművezetők, mindannyian oda kell, hogy figyeljünk egymásra. Aki szólt arról is, hogy néhány évvel ezelőtt nem véletlenül került Karcagra a Tour de Hungary verseny is.
Az önkormányzatunknak, Karcagvárosnak mindig is fontos volt a kerékpáros közlekedés, a biztonságos kerékpáros közlekedés fejlesztése, odafigyelés a biztonságos közlekedésre, hiszen néhány évvel ezelőtt, ugye nem véletlen került Karcagra, pár nappal ezelőtt indult az idei Tour de Hongrie, de nem véletlen került annak idején ide, hiszen közösen próbáltuk meg az ő szakembereikkel együtt a diákok körében a biztonságos kerékpáros közlekedésre való oktatást, a felkészülést elkezdeni. Ugyan bő 10 évvel ezelőtt a bringasuli oktatás kezdődött Karcagváros általános iskoláiban, amely aztán folytatódott a Bringa Akadémia programjaival. Tehát próbáltunk arra odafigyelni mindenképpen, hogy azok a gyerekek, akik frissen ismerkednek a kerékpárral, a kerékpáros közlekedéssel, és ugye látjuk itt a hátam mögött, hogy azért a forgalom jócskán megnövekedett azóta, tehát bennünket igazolt az élet, hogy fontos odafigyelni a kerékpáros közlekedésre. Nos, azt gondolom, hogy igen, a diákok ettől függetlenül nagyon sokan közlekednek kerékpárral, és még mindig nagyon sokan vannak olyan tévhitekben, hogy a számukra valamifajta elsőbséget jelent az, hogy kerékpárral közlekednek a közutakon.